vajon igaz történet? A történet, ami jó esetben megnevettet. Ezek szerint ez most nem sikerült. Nagy szeretettel köszönöm önöket. Sziasztok! Nagyon nagy örömünkre szolgál, hogy ilyen rajongó trábora van ennek az óriási, monumentális sorozatnak, a Trónok harcának, nem véletlen ez az esernyő is. Akkor még egyszer szeretettel köszöntelek benneteket, Trónok harca, mindenki látta? Imádtátok, mi? Az utolsó évadot is? Na majd ezt is ki fogjuk vesézni, hiszen itt van köreinkben az a csapat, nem a teljes csapat, hiszen még én is voltam benne három mondat elejéig, de egy része itt van a csapatnak, úgyhogy legalább őket is meg fogjátok ismerni, és meg fogtok lepődni, hogy hasonlítanak, nem hasonlítanak, megkérdezzük majd a rendezőtől, hogy mi alapján választotta ki a szereplőket. Úgyhogy Zsaki, kezdjük is el, mutassuk be a vendégeinket. Eljött hozzánk Juhász Anna, a rendezője ennek a szinkronnak. Akkor a Miss Sunday figuráját szólítom színpadra, Bogdányi Titanillát. Hál' Istennek megvan a fejed, jól van. Én pedig a csodálatos havas John Cető Rolandot. A fantasztikus Sansát alakító Dögei Éva. Ez elképesztő furfangos és okos Tyrion hangját. Láng Balázst! Daenerys-t, azaz Molnár Ilona, Tüncsit szólítom a színpadra. És nem utolsó sorban Kisúlya, Széles Tamást. Akkor kezdjük is egy rövid beszélgetéssel, a szereplőkkel egy kicsit megismerkedünk, mit jelentett nekik ez a szinkron, ez a monumentális sorozat. Kezdjük Annával. Szóval egy 8 évados történet, az körülbelül 9 évetől áll fel a szinkron tekintetében, ugye az első forgatási naptól az utolsóig. Ebben az volt az érdekes, számomra legalábbis a legfontosabb, hogy jóformán gyerek szereplőkkel, hogyha láttátok, gondolom igen, gyerekszereplőkkel kezdtük, nem voltak gyerekek, de tudtak gyerekhangon beszélni. Lévike, Tüncsi, Titi, ők kicsi gyerekeket simán csináltak, Duce Jábel nincs itt, de ő is. És az ő személyiség fejlődésüket kellett 9 éven keresztül a gyerekből a felnőtté válás és az összes karakterváltozást végigcsinálni. Csak hogy egy példát mondjak, az unokám akkor 2 éves volt, most 11. Saját koromban most nem akarok előjönni. De hát ők is mindig egy évvel úgy nőttek, ahogy a szereplők. A karakterekről meg annyit, hogy fantasztikus volt végignézni azt, hogy hogyan lesz a jóból rossz, a rosszból jó, és végignézni, hogy hogy követték végig. Én nekik tudom, csak nekik köszönhetem, hogy ez ekkora siker lett. Ki hasonlít hát szerintetek a legjobban a szereplők közül a filmben alakított karakterre? Nagyon nagy rajongója voltál a sorozatnak. Ó, igen. Mentem be szinkronizálni, és csak ezt hallottam, hogy láttam. Én még akkor nem néztem, és nem tudtam, hogy ezek mit néznek annyira. Nem, hogy kaptál erre rá a szinkron után minden részt? Ó, nem, én amúgy is nagy sorozat fanatikus vagyok. Úgyhogy nem is tudom már, ki mondta nekem. De akkor már ki volt, azt hiszem, 1-2 évad, amikor valaki ajánlotta nekem. És akkor így nekiültem, és teljes mértékig rajta ragadtam, tehát nekem a top 5 sorozatban van. Úgyhogy reménykedtem, hogy egyszer majd talán lesz benne egy szerep, mert ugye hiszem, de sokkal később került bele, nem az elejétől. És hát nagyon örültem neki, hogy Anna rám gondolt. Emlékszel, hogy mik voltak az utolsó szavaid? Én a nekem vagy neki, Dracarys. Petőfi Rádió Station Voice-a és a Jóban Rosszban sztárja egyébként, na, aki nem tudná. Ne vigyük túlzásba, de... Ez az igazság, kérem. Igen. És a szinkronban is meg kellett csinálni azokat a nyelvjárásokat? Pont ezt akartam mondani, hogy én egy kicsit szomorú voltam ebből a szempontból, hogy ugye nagyon sokat beszélt Dothraki meg minden egyéb más nyelven, és ugye
Én néha egy kicsit küzdöttem, hogy akkor így próbálkozzunk meg vele, de aztán amikor rá le, akkor azt mondom, hogy na jó, maradhat egyedül. De mondom, így egy kicsit kevesebbet kellett megszólaltatnom a hangomon őt, úgyhogy ebből a szempontból sajnáltam, viszont tényleg egy nagyon jó karakter volt, ráadásul én Benevis fan vagyok. Igen, ezt nem mindig összevesztik. Igen, tehát, mert te meg a Sunset szereted nagyon, én Sunset nagyon nem, szóval... Összevesztünk Facebookon, tehát igen, annyira... Összevitatkoztunk, hogy annyira elszántan szerettük a sorozatot, hogy konkrétan így írogattuk, hogy ez azért nem jó. Igen, és egy kicsit így összevitatkoztunk, mert én halálosan fel voltam háborodva, hogy Sunset lett végül is így, kikérem magamnak. Hangszínének kellett hasonlítani az eredetire, mert én tudtam, hogy az biztos, hogy nem fogjuk fölvenni dotrak jól az ekkora szövegeket, tehát olyan hangon kellett, hogyha egyik nyelvről a másikra vált, akkor ne legyen nagy változás. Ott ül a Bok Tamás hangmérnök, neki köszönhető, hogy ez ilyen sikeres volt. Lány Balázs figuráját hogy szúrtad ki, Anna? Tehát mi volt? Nekem ő volt a kedvencem, a Tyrion. Igen, Tyrion, hogy találtad meg? Lány Balázs figuráját. Sokokat hangszín alapján, de karakter alapján is. A Balázsnak be nem áll a szája. Ő egy beszédes. Tehát a Balázs az összefutsz vele, és rögtön 30 sztória ott van a tartsajában, és órákig lehet csak úgy ellenni, hogy mondja. És tulajdonképpen a Tyrion is ilyen, aki mondja, készik, ő nem iszik. Mondja, és valahogy a karakter úgy hasonlított, és kipróbáltam, és azt mondtam, hogy igen, ő. Ja, nem a saját hangján beszélt, azt hozzá kell tenni. Balázs, mutasd meg. Másfél lágéval lejjebb volt. Megmutathatja nekünk az eredeti hangodat és a Tyrion. De ez nem így működik. Kell. Nem. Kell látni? Ez úgy, egyrészt kell látni, másrészt amikor ugye van a szünet a két évad között, és az ember dolgozik nagyon sok minden más filmben, szinkronizálunk. Bementem utána a következő évad első részét szinkronizálni, első tekercs után akkor az Anna azt mondta, hogy nagyon jó volt, de most ne Baluból csináld meg, hanem a Tyriont szeretném hallani. Lehetőleg így. És vissza kell rá találni. Hát utána már működik, de valóban rutinból még az ember a saját lágiában. Máskor is csináltad? Nem tudom, hogy hívják a színészt. Igen, sokszor. És hogy hívják őt? Peter Dinklage-nek hívják. Zseniális színész. És hát a Trónok harca óta tulajdonképpen én szinkronizálom, hogyha feltűnik valahol. Tüncsi, én imádtam a te figurádat, tehát a Tyrion figurája mellett a tiéd volt a nagy kedvencem, bár a végén sokunkat megtréfáltál. Benned, az nem én voltam. Havason. Hogy? Ja, hogy ő váltotta ki belőled ezeket a dolgokat? Nem, hogy ő tréfálta. Az, hogy ott én ott leigáztam az egész mindenséget, azt megérdemelték. Így kell azonosulni egy szereppel, kérem. Én azért másként közelítem. Én jó fej voltam, felbosszantottak, hogy mindenki megkapja a fiát. És akkor dögöljön meg viszont mindenki. Viszont amit a Havason csinált, az nem volt az szép. Az alávaló volt. Rendezel is, Tüncsi, te magadra igen. Osztottad volna? Vagy ha te rendezed, akkor kire osztottad volna? Én rendezéseimet nem. Tehát, hogyha rendezek, akkor én nem osztom magamra szerepet. És kire osztottad volna, ha szabad ilyen indiszkrét kérdést? Fogalmam sincs. Jó, ez egy kérdés. Nem. Én a Cetőről szeretném megkérdezni azt, hogy megijedtél, mikor meghaltál? Megnézted az IMDb-t, hogy a következő részben? Nem volt még akkor fent az IMDb-n, erről pont beszélgettünk itt is egyébként, hogy ugye mivel ezt mi abszolút real-time-ban vettük, ezért amikor vége volt egy évadnak, a következő még nem volt kész tulajdonképpen, még az utómunkák folytak, így nem lehetett tudni, hogy benne lesz-e. De egyébként nyilván nem örültem neki, de olyan szempontból nem ijedtem meg, hogy szerintem az egész sorozatnak az talán az egyik legfontosabb mondani valója, hogy az élet az nem úgy működik, hogy a jó mindig nyer, a rossz pedig nem. És egy olyan karaktert mertek megölni, akiről mindenki azt gondolta, hogy akkor mostantól ő lesz majd az, aki királyá lesz végül, nagyon sokáig így tűnt. És szerintem pont ez volt benne a zseniális, hogy mertek egy olyat húzni, hogy azt mondták, hogy bizony nincsenek hősök az életben, hanem mindenki esendő, és mindenki lehet jó vagy rossz adott pillanatban. Éva, ha már nálad van a mikrofon, azt mondtad, hogy semmit nem tudok, engem ne kérdez semmit, ennyire nem érintett meg ez a történet? Megmondom őszintén, hogy én nem néztem, bevallom.
Így aztán a sztoriról nem igazán tudok semmit sem mondani, amit Anna elmondott, hogy gyerekként kezdtük, kislányként, aztán lett belőle egy vérmes, kőszívű csajszí. Kellett változtatnod a hangszíneden, amikor már ilyen karakteressé vált? Inkább a stílusán, tehát Anna inkább azt kérte, hogy keményebb legyek. Ami egyébként engem nagyon megfogott, volt egy jelenet, amikor őt megerőszakolták. Én ezt akartam kérdezni, hogy azért szívbe marfoló dolgok történtek vele. És megmondom őszintén, hogy én általában úgy szoktam dolgozni, hogy úgy nem nagyon érintenek meg a dolgok, de ez a jelenete, ez nagyon meg kellett csinálni, és ez nagyon meg is maradt bennem. Ez úgy megrázott. Nyugtass meg, hogy nem volt személyes élmény. Hát nem, én nem éreztem. Én csak próbáltam érzékeltetni, hogy fáj, de... Hát azok után, hogy ilyenekkel keresztül mentél, végül is megölted a Tomit. De utána egy kicsit bekeményített a szánszám. Igen, a végére bekeményített elég rendesen. És ha már szóba került Széles Tamás, az ország szerintem egyik legmeghatározóbb magyar hangja. Köszönj már be a nézőknek azon a hangon. De valamit, csak egy pár mondatot, tehát imádjuk a hangodat. Nem beszélek. Nem sokat tudok erről a sorozatról. Ez a kis új, ez ritkán volt és keveset. Én meg gyorsan felejtem. Viszont jelentős volt, nagyon. Akkor a szerepeket csinálsz, Tamás, hogy nem tűnt fel. Persze tűnt, hogy ez egy meghatározó. Az arányokhoz a nézzük, akkor sem van. Anna azzal hitegetett engem, azt te mondtad, hogy az utolsó évadban majd kiderül, hogy mindent ő csinált, ő volt a háttérben, és akkor főszereplő lesz. És vártam. És erre kinyírtál. Barátomnak mondtam, hogy most ide jövök, beszéltünk telefonon, itt sétáltam kint hátul, és helyettem emlékezett, és azt mondta, hogy mondjam el, hogy nem szabad ilyen csúnyán viselkedni, mert nagyon rossz lesz a vége. Én ezt a tanulságot hoztam. Most jön az. Igen. Hogy szinkronizálni fogunk. Igen, és Szinkron Színház, ez a műsorunk címe. Megnézzük először a jelenetet, nem tudom pontosan valamelyik harc jelenet lesz, vagy valami tömegjelenet lesz. Utána Anna pedig elmondja az instrukciókat, hogy mit vár el tőletek, és akkor fel is fogjuk venni, hangban meg lesz, amit produkáltok. És aki a legügyesebben és a leghangosabban fog tömegezni, a tömegezés mindannyian tömegezéssel kezd. Tudjátok, amikor kávézókban ott a háttérben történik, valami hangmérnök úr tudna beszélni erről, hogy hogy kell lehúzni, úgyhogy ne ölje meg a főpárbeszédet. Ezt hívjuk tömegezésnek. És aki a legügyesebben csinálja, ajándékcsomaggal is készültünk neki, úgyhogy hajrá! A dolog lényege, hogy az elején ünneplik, hogy egyáltalán láthatják a Daenerys-t, aki ritkán mutatkozik ilyen tömeg előtt, ezek a katonái, a harcosai. Vannak pillanatok a filmben, amikor olyan mondatok hangzanak el, ami kimondottan fellelkesítik a tömeget, akkor beerősítenek, és akkor megjelenik a sárkány, és bejelenti, hogy mostantól többen vagyunk, együtt harcolnak velünk a sárkány, ott meg elszabadulnak az érzelmek. Tehát ez tulajdonképpen egy három lépcsős, egy első egy motivációs, a második egy öröm, és a harmadik egy újongás, egy népünnepé. Mutatkozz be nekünk! Szia Zoli! Én meg azonnal viszek neked egy ajándékcsomagot!
Gratulálok, Zoli! Ha az SDI környékén jársz, akkor majd ugorj be Annához, pár tekercse. Gratulálok, így elnézést, csak így. Titi látott valakit? Igen, ő megérdemli a sárkát. A lányok nem kapott, téged hogy hívnak? Beni! Gratulálok, Beni, neked is. Tyrion Missandei élő szinkron jön. Úgyhogy... Megkérem a szinkronizáló művéseket, fáradjanak ide a mikrofonhoz. Van egy jelenet, amit odadunk nektek, és megmutatjátok, hogy... Igen. És van... adok neked is egyet, mint a parancsolj. És van ilyen benne, hogy... Tessék, te parancsolj. Ebben van a szürkeféreg is, jól látom? De igen, aki az illés volt. De akkor kell nekünk egy segítség, nem? Ó, tényleg, kiállalja! Én szívesen megcsinálom a szürke férjét. Nem? Nem, hát egy néző. Jó. Néző. Szóval ki az a bátor, hogy megpróbálná? Egy mondata van. Szeretném. Férfi vagy nő? Hát, ha pillanat, szóval van. Szürke férjét, ha... Gyere bátran! Anna, hogy ránézésre kire osztanád? Akartam mondani, hogy 30 körül nézünk. Gyere, kapaszkodj, de én felrántalak. Köszönöm. Három nagy úr bemegy egy fogadóba. Egy Stark, egy Martell és egy Lannister. Sört kérnek. De amikor a csapos kihozza őket, mindegyikben találnak egy legyet. A Lannister felháborodva félredobja és másikat követel. A Martell kiszedi a legyet és egyben lenyeli. A Stark benyúl a kupájába. Kiveszi a legyet és ráordít. Köpött ki, te nyomvat! Köpött ki! Veszter azban viccesebb. Azt hittem a Starkok és a Lannisterek ellenségei egymást. Igen. A viccem olyan történet torgolódó. Nem feltétlenül igaz történet. A történet, ami jó esetben megnevettet. Ezek szerint ez most nem sikerült. Mi Sunday? Ízlik a bor? Igen. Mondj egy viccet! Két tolmács van egy süllyedő hajón. Az egyik azt kérdezi, tudsz úszni? A második. Nem, de 19 nyelven tudsz egy zsírkelni. Kicsit megálltott már bor neki a végére. Köszönjük szépen, és a becses nevedet hajláról nem. Fehér már parancsol egy nagyon szép ajándékkal. Köszönjük meg a munkámat. Segítsek remenni, vagy megpróbálsz is remenni? Egyszerű lesz az élet. Haladjunk tovább, mert itt azért még a színházak éjszakájának keretein belül lesznek további programok, és egy picit úgy érzem megcsúsztunk, bár az előző program is elhúzódott, úgyhogy talán elnézzünk nekünk. Egy újabb videó következik, ahol Sansa, Arya és Kisúj beszélgetnek. És mivel nincsen Áriánk, úgyhogy egy hölgy segítőt szeretnénk magunk mellé kérni. Egy fiatal... Föltattal, ez itt választás, ennyi. Megpróbáljuk így? Gyertek. Nem? Tudok segíteni. Gyere, Tomi. Akkor visszaveszem becses nevedet, a harmadik mikrofon, bocsánat. Szia, Anna. Nagyon bátor vagy, gratulálok, parancsolj, adunk neked egy mikrofon. Adunk neked egy mikrofon. Én szöveget adok nektek. Igen. Még pedig ez lesz a szövegetek, tessék. Nézd, Évi. Van egy. Felkészülnek, gyorsan elmondom, hogy ezek a filmek úgynevezett tekercsekre vannak felbontva. Régen, amikor még a Pannonia filmstúdióban nem volt digitális a felvételek, akkor ilyen 20-30 másodperces szalagokra, úgynevezett tekercsekre volt szétszedve a film, és innen megmaradt a név. Tehát mi a filmből kiszedve látjuk így a neveinket, illetve ilyen 30 másodperces snittekre, tehát ezért szoktunk zavarba lenni, amikor megkérdezik tőlünk, hogy mi lesz a következő. Fogalmam sincs, mert én csináltam belőle 10 tekercset, tehát arról, hogy miről szól a film, nem tudom. Biztosan meg akarod tenni? Nem számít, mit akarok. Ezt kívánja a becsület.
Mit kíván a becsület? Hogy megvédjem a családomat azoktól, akik ártanak neki. Hogy megvédjem Északot azoktól, akik elárulnák. Nem legyen. Nem legyen. Gyilkossággal vádollak téged. Árulással vádollak téged. Hogyan válaszolsz ezekre a vádakra? Lord Baelish? A nővérem kérdezett valamit. Lady Sansa, bocsáss meg! Kicsit megzavarodtam. Melyik vád zavart össze? Kezdjük a legegyszerűbbel. Meggyilkoltad a nénikénket, Lisa Arryn-t. Kilökted a holdkapuján, és végignézted, ahogy lezuhan. Tagadod? Azért tettem, hogy megvédjelek. Melyik is az? Már odaadtuk? Jó. Nem, itt van, itt van. Itt van. Hú, ez egy gazdag ajándék, Anna, úgyhogy nagyon jól jártál. Olyan súlya van te, hogy ponyban is jó lenne. Köszönjük szépen a munkának. Ott tudsz egyszerűen, pedig bonyolultabban, melyiket választod. Bonyolultabb jól van. Van itt egy ifjú titán is közöttünk, aki szintén rendez. És arra szeretnélek téged felbíztatni, arra szeretnélek megkérni, Tüncsi, hogy a következő tömegjelenetet rendezd meg nekünk, és nektek pedig ismételten szeretném kérni a segítségeteket. Megnézzük a bejátszást, és akkor megint tömegezünk. Szerintem mindenki azt kiabálja, hogy Barabás. Amint meglátja a nép a fiatalembert, rögtön mindenki elkezdi szapulni, ugye? A vesztét akarják. Ez egy meghatározó jelenet egyébként. Igen. A sorozatból, amikor a Starkok vezetőit, nem tudom név szerint, Ned Starkot lefejezik, ugye ez az azt megelőző tömegőrület. Úgyhogy amint kilép a nép elé, rögtön mindenki elkezdheti, minél hangosabbak legyetek, és amikor ugye meg már oda kiállítják, akkor el kell hatulni a végére. Ennyi. Legyetek ügyesek. Én pedig onnan oldalról kérek szépen segítséget, hogy segítsetek megint megkeresni azt az ügyes versenyzőt, aki az utolsó ajándékcsomagot megkapja. Kettő. Utolsó kettőt ráadásul. Akkor megszóljon. Szavazzatok le nyugodtan, de én azt a fiatalembert szúrtam ki, aki annyira beleérte magát, hogy így.
A szemüveges hölgy és egyébként itt abszolút, és azt hiszik, hogy fönti dolgoznak, hogy mindenki lent néz. Igen, ez igaz. A két szemüveges lány, akik ott egymás mellett ülnek például. Azt a fiatal embert nagyon mutogatják a hat. Hát egy olyan kicsit. Sok dolog van, mert szerintek kíváncsi. Sajnos csak egy póló van benne. De most a gesztusért muszáj odaadni. Tényleg a felsőt érezzék, azt a fiatal embert nagyon mutogatják ott. Lányoknak adnál? Lányoknak adjam? Na. De most hát a bajba vagyok. Akkor Tamás rád bízom, tessék. Én neked adom, mert megígértük a... Igen. Az ökörrázás nekem nagyon tetszett. Igen, nagy kedves. Mutatkozz be, legyen kedves. Nagy kedves. Nagy kedves. Hát végül is két úr kapta? Én kérek elnézést a hölgyektől. Lesz még szinkron színház jövőre, ugyanekkor, úgyhogy akkor szeretettel várunk benneteket. Még nem tudom, hogy ez. Nekem a köszönöm leszem. Még egy utolsó élő szinkronunk van, mielőtt befejeznénk ezt a beszélgetést. Mégpedig John és Daenerys jelenete következik. Molnár Ilona Tüncsi, illetve Cető Rolandot várjuk ide a mikrofonhoz. Pedig a kedvenc jeleneted lesz. Kislánykoromban a bátyám elmondta, hogy Aegon elesett ellenségeinek 1000 kardjából kovácsolták. Hogy néz ki 1000 kard egy kislány képzeletében, aki 20-ig sem tud számolni? Kardokból rakott, megmászhatatlan hegyet képzeltem el. Annyi halott ellenség, hogy csak Aegon talpát lehet látni. Láttam, hogy Lannister foglyokat végeznek ki az utcán. Azt mondták, a parancsotra teszik. Szükséges volt. Szükséges. Jártál oda lett? Láttad? Gyerekek! Kisgyerekek égtek el! Megpróbáltam békét kötni Cersei-jel. Az ártatlanságukat fegyverként használta ellenem. Köszönjük, hogy itt voltak velünk. Igazán megtisztelő volt. Jövőre találkozunk, remélem, ugyanígy a színházak éjszakáján, itt a Parinti Színházban. Kövessetek bennünket, hogy a színházak, szinkron színházak hallottak, akkor kövessetek bennünket, mert mindig érdekes csemegékkel és meglepetésekkel várunk benneteket. Köszönjük szépen. Köszönjük. És vendégeinknek is Széles Tamás, Molnár Ilona Tüncsi, Lánk Balázs, Cető Roland, Bogdán és Juhász Anna, a produkció rendezője. Köszönjük, hogy eljöttetek, nektek is külön köszönet, hogy eljöttetek.